Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Ezzel a Szent Györgyi Albert idézettel köszöntötték a Szerencsi Oktatási és Nevelési Intézmények dolgozóit Pedagógus Nap alkalmából június 7-én a Rákóczi Várszínház termében. Egeli Zsolt, a város alpolgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta azt, hogy hazánkban 1952. júniusától ismerik el a nevelők munkáját, ekkor adták át először a kiváló tanítói és tanári okleveleket. Az alpolgármester szólt arról, hogy azért is jó a pedagógusoknak az év egy napján együtt ünnepelni, mivel ilyenkor megoszthatják egymással tapasztalataikat és sikereiket is. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő örömmel beszélt arról, hogy egykori kollégáihoz szólhat, hiszen ő is pedagógus volt politikai pályája előtt. Elmondta azt is, hogy a tanárok olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy végigkövethetik a gyerekek testi, lelki és szellemi fejlődését, valamint azt is láthatják, hogyan lesz a kicsikből fiatal, gondolkodó felnőtt. Ezután először a legkisebbek léptek a színpadra. A Szerencsi Napsugár óvoda süni csoportja zenés-táncos produkcióval készült a jeles napra. Ezután a hajnali néptánc együttes mutatta be az alkalomra készített műsorát. A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola néptáncos növendékei is különleges produkciót mutattak be. Az ünnepi esemény végén vehették át az 50-60 évvel ezelőtt szerzett arany, valamint gyémánt diplomát a nyugalmazott tanárok. Gyémánt diplomát vehetett át idén Hudák Pálné, Balogh Sándorné, illetve Magyar János. Ők 60 évvel ezelőtt szerezték meg a tanári, illetve tanítói képesítésüket. Aranydiplomára jogosultak, azaz 50 évvel ezelőtt fejezték be felsőoktatási tanulmányaikat Czakó Béláné, Gyűrik Ferenc, Jánosi Józsefné, Majoros Zoltánné, valamint Stompek Lászlóné. Idén a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola két pedagógusát, Vaszil Miklósnét és Varkoly Erikát az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékéremmel tüntetett ki, amit az ünnepség keretében vehettek át.